Karácsony Gergely szerint a budapesti klímavészhelyzet kihirdetése nem csak retorikai fogás. A főpolgármester saját közösségi oldalán kérte ki magának a köztársasági elnök szavait, azt ugyanakkor ő is elismerte, hogy a klímavészhelyzet kihirdetése mellé még nem társultak konkrét intézkedések a fővárosban. Karácsony Gergely korábban is kampányolt már a klímaválsággal. Zuglóba például klímaerdőt ígért, de a kerület ehelyett csak néhány kiszáradt facsemetét kapott. Valami gond van azzal a tudásmennyiséggel, amit elnök úr megkap. Ezt írta Karácsony Gergely saját közösségi oldalára, miután Áder János köztársasági elnök a Kossuth Rádióban retorikai fogásnak nevezte a fővárosi klímavészhelyzet kihirdetését, amely mellé az államfő szerint egyetlen konkrét intézkedés sem társult. Bár Karácsony Gergely a posztban maga is elismeri, hogy valódi lépések helyett a klímaválság csak, idézem, az új városvezetés tervezési döntéseiben élvez prioritást, a főpolgármester kikérte magának, hogy mindez retorikai fogás lenne. Karácsony Gergely már zuglói polgármesterként is időről időre hangoztatta, hogy zöld kerületet épít. Ezeken a fotókon például ásóval a kezében pózolt még 2018 novemberében. A képek mellé Zugló honlapjára az is felkerült, hogy az önkormányzat egy úgynevezett klímaerdőt telepít, hogy javítson a légszennyezettségen. Csak hogy a klímaültetvénynek is nevezett területet még fél évvel később is ugyanazokkal a fotókkal reklámozták a honlapon, amelyek 2018 novemberében készültek Karácsony Gergelyről. Az akkori zuglói polgármester ennek ellenére a főpolgármester jelölti versenyben is azzal kampányolt, hogy a zöld területek tekintetében mindent megvalósított Zuglóban, amit megígért. Azok, amiket kerületi szinten meg lehet valósítani, szinte mindegyiket megvalósítottuk. Az egészségügy területén, a szociális ellátás területén, a zöld területek kezelése szempontjából. Így néz ki a zuglói klímaerdő most, két hónappal Karácsony Gergely főpolgármesteri kinevezése után. A területen csak néhány facsemete árválkodik, egy vélhetően fáknak vagy más növényeknek elkerített részen pedig mindössze pár farönk és kiszáradt cserje, valamint az itt-ott eldobált műanyag palackok jelentik a zuglói klímaültetvényt. 2019, ami a klíma vészhelyzetek a kora. Az önkormányzati választási kampányban az ellenzéki képviselők is rendszeresen szorgalmazták a klímavészhelyzet kihirdetését. Konkrétumokat fogunk mondani az ülésnapon. Azt ugyanakkor egyszer sem tudták megmondani, hogy ez szerintük pontosan mit jelentene. Az ELTE tudományos főmunkatársa akkor arra figyelmeztetett, hogy az ellenzék felelőtlenül politikai hangulatkeltésre használja a klímavészhelyzettel és a klímaváltozással kapcsolatos fogalmakat. Nem gondolják azt végig, hogy ez a kereskedelemben, az áruforgalomban, a beteg emberek élethelyzeteiben mit jelentene. Ferenc Orsolya szerint mindezzel az érdemi és szakmai vitát is gátolják.